Európa szerte egyedülálló az a demokratikus párbeszéd, amelyet 2010-ben vezetett be a magyar kormány. Nem kérdés, hogy a nemzeti konzultációk a nemzeti szuverenitást erősítik, amire úgy tűnik, hogy egyre nagyobb szükségünk is lesz. Már is kezdünk. Nyitás. Újabb nemzeti konzultációt javasol a Fidesz. Transport. Megnyílt az olasz migránstábor Albániában. Propaganda. A közmédiától is áramlott pénz Magyar Márton zsebébe. Jó estét kívánok! Ez a Vezércikk, a műsor, amelyben a brüsszeli vezetéssel ellentétben mi semmitől nem akarunk elhatárolódni. Gajdi Csottó vagyok, és már is mutatom, hogy a mai adásban kikkel vitatjuk meg a nyitottság és elszigetelődés kérdését. Georg Spötle, aki jó dolognak tartja a nemzeti konzultációt, hiszen a kormány interaktív a választókkal, függetlenül attól, hogy melyik oldalon állna. Filip Dávid, aki szerint ellentmondásos, hogy Magyarországot diktatúrázzák, miközben ez egy olyan lehetőség, amikor két választás között is elmondhatják az emberek a véleményüket. És Boros Bánk Levente, aki egyedülállónak tartja, hogy a nemzeti konzultáció eredménye adott esetben ügydöntő lehet, sőt, akár jogalkotási folyamatot is elindíthat. Szervusztok, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és kezdjük is mindjárt azzal, hogy 2010 óta 13 fontos politikai, gazdasági és társadalmi kérdésben kérte ki a kormány a nemzeti konzultáció keretében a magyar emberek véleményét. A Fidesz tervei szerint hamarosan a 14-re is sor kerül. Nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, melynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnének, közölte a Nagyobbik kormánypárt frakció vezetője. Kocsis Máté úgy fogalmazott, meg kell kérdezni az embereket, hogy a brüsszeli vezetés által képviselt gazdasági elzárkózással értenek-e egyet, vagy azzal, hogy nyissunk mind a keleti, mind a nyugati, kereskedelmi és gazdasági irányba. Csupa húsba vágó az embereket, az emberek mindennapjait érintő kérdések, de már is hallom a balliberális ellenzéket, ahogy azon hőbörök, hogy hát minek ez az egész, csak sokba kerül, stb. Miért nem értik, hogy mik azok az egyetértési pontok, amik nélkül nem lehet kormányozni? Miért nem érti ezt az ellenzék szerintetek? Én azt nem értem, hogy Svájcot soha nem hurrogják le, amikor ugye népszavazás kezdeményezek, megkérdik az emberek véleményét szinte minden törvényjavaslatról, és rögtön belénk állnak, amikor nemzeti konzultáció van, holott ez hasonló igazából tényleg a kormány interaktív a választókkal. Nem csak a kormánypárti választókkal, hanem az ellenzékkel is. Tehát itt is bárki igazából artikulálni tud, meg tudja mondani, hogy mi akkor oké, csak most ebben a következő tervevett kérdőiben, hogy csak akkor a nyugattal lépjünk gazdasági kapcsolatokra, vagy pedig jó a keleti nyitás, tehát a bal oldal általában utána mit csinál, felrajzolnak valami szép nagy szerszámot ugye a szavazólapra, hogy érvénytelen legyen, így dobják be. Holott egy teljesen jó dolog, és azért, aki egy kicsit foglalkozik politikával, gazdaságpolitikával, ugye az energia, különösen ugye az ostoba szankciók miatt egyre drágább és egyre fontosabb mindenütt, és hát látjuk, hogy a diversifikáció csak úgy jöhet létre, hogy nyitunk keletre is, ha Azerbajdzsántól, Tadzsikisztántól, más országoktól is vásárol például kőolajat és földgázt, mert ezzel biztosítva van az energiaellátása, a magyar emberek munkája, a magyar családok fűtése, és hát ez a jó út, mert ha most nyugatról mondjuk az Egyesült Államtól vesszük 3-4-szeres áron az LNG-t, hát akkor mindenki megnézheti a sárga csekket és kap egy infarktust, amikor kinyitja a borítékot. Hát ráadásul ugye azért a nemzeti konzultációnak a jelensége az annyiban is fontos, hogy kap a kormány egy felhatalmazást x évre bármelyik országban, az rendben van. Csak ugye vannak különböző geopolitikai tényezők, amik két választás között hoznak vagy vetnek fel kérdéseket, amiben jó lehet a lakosságnak a véleményét kikérni, és kicsit azért
Ez a konzultáció is ilyen, mert az első kivételével azt lehet mondani, hogy a többi kérdés az inkább ilyen belpolitikai, gazdasági kérdés, viszont az első az egy olyan kérdés, amit szerintem egész Európába fel lehetett volna tenni az átlag európai embereknek, mert ugye azért mégiscsak ott vagyunk, hogy eltelt egy pár év, konkrétan két év a háború kezdete óta, mármint a szomszédos háború kezdete óta, a szankcióknak a hatásait mindenki kielemezhette a saját bőrén, ahogy akarta, és lassan tényleg ideje lenne, hogy Európába is feltegyék az embereknek azt a kérdést, hogy ők egyébként hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy gazdaságilag az európai elit egyre inkább el akarja szeparálni az átlag európai embereket, például a keleti gazdasági blokktól, ami keleti gazdasági blokk az ő életükben nem csupán annyit jelent, hogy mondjuk egy komoly nyersanyag erőforrástól elzárjuk magunkat, és a csakot itt teszem idézőjelben, mert ez is borzasztó nagy jelentőség, hanem a mindennapi életükben is súlyos károkat szenvednek emiatt, és bizony, ez megint csak egy érdekes, hogy miközben minket diktatúráznak, meg a magyar demokráciát szidják állandóan, nem tudok másik példát hozni Európában, európai országot, ahol megkérdezték volna az embereket, hogy amúgy ők akarnak ennyire elszigetelődni. Nem azért nem tetszik ez nekik, mert ez egy nagyon sikeres projektje visszatérően a kormánynak? Hát, ugye, amivel általában az ellenzékiek elégedetlenek, az általában a saját sikertelenségük, vagy pedig a másik oldal sikere. Itt a második eset élhető tetten, ugyanis nem, tehát vannak olyan kérdések, amivel nem tudnak mit kezdeni. És ez pontosan az, hogy megtámadni azt, hogy az emberek véleményét kikérik, ez azért ugye már sem a jogállamisági kérdésekben, sem a demokrácia kérdéseiben nem fér bele. És kicsit rácsatlakozva arra, amit Dávid mondott, hogy ez azért különleges, amellett, hogy máshol nem csinálják. Tehát nem ismerek másik olyan parlamentáris demokráciát. Ugye a demokráciát általában, jó, Svájc példája az más, mert ott a népszavazás az eleve, az alkotmányos rendszernek a napi működésének a része. Tehát ilyet máshol nem csinálnak, hogy ugye Dávid azt mondta, hogy ez nem tehát két választás közötti lehetőség. Ugye a választáson pártot választasz, vagy miniszterelnököt, vagy államfőt adott, tehát attól függ, hogy milyen az alkotmányos berendezkedése egy országnak, akiktől vársz valamit, tehát bizalmat fektetsz abba a politikai tömörülésbe, és bízol benne, hogy úgy fognak kormányozni a következő négy évben, ahogy te azt szeretnéd. Itt pedig szakpolitikai kérdésekről lehet megkérdezni, és kérdezik is meg az embereknek a véleményét, ami egyedülálló. Ugye a népi kezdeményezés az de facto nem működik Magyarországon, nagyon-nagyon kevés, relatíve kevés népszavazásra került sor, annak pedig ott az érvényességi és eredményességi kritériumai miatt nem is biztos, hogy megéri. Itt pedig egy olyan hivatkozási alappá válik, amivel lehet szembesíteni az ellenzéket is, de adott esetben a nemzetközi térből érkező támadókat is. El lehet nekik mondani, hogy egyrészt mindenki számára nyitva áll. Ez ugyanaz, mint a választás. Ha nem mondod ki a véleményedet, nem töltöd ki, akár még a hogy mondjam, a többséggel ellentétes véleményt sem ígszeled be, akkor kimaradtál ebből a körből. És ha kimaradtál ebből a körből, akkor megint nem szóltál bele abba, hogy merre alakuljon. Lesz, nem tudom, tizenvalahány kérdés, mint ahogy mindig szokott lenni, és volt már olyan kérdés egyébként, ahol nem feltétlenül a kormányzat által elvált válasz a született. És akkor annak megfelelően fogják alakítani a politikát. Tehát ezek ügydöntőek is lehetnek adott esetben, mert azt láttuk a korábbi nemzeti konzultációkon, hogy akár a jogalkotás is következhet belőle, végső soron pedig egyébként alaptörvénymódosítás is. Minden esetre óriási különbség van a között, hogy kit érdekel a választó polgár véleménye, meg a között, hogy mondd már el, hogyha ezt csináljuk, akkor ahhoz te mit szólsz. Úgyhogy mi menjünk is csak ezen az úton a magunk útján. De ha már a nyitottság és zártság témakörét boncolgatjuk ma, említsük meg, hogy új időszámítás kezdődött az olaszoknál. Albániában ugyanis megnyitottak azok a migráns központok, amelyekbe a menedék kérelmek elbírálásának idejére az olasz hatóságok átszállítják a mediterrán országba érkezőket.
Olaszországban elindult az első migráns csoport az Albániában létesített, és pénteken megnyitott táborokba, közölte a római belügyminisztérium. A csoportban, melyet az olasz haditengerészet Libra nevű hajója szállít, kizárólag férfiak vannak, biztonságos országból származnak, köztük egyiptomi és bangladesi állampolgárokkal, akik mind az utóbbi napokban érkeztek a földközi-tengeri migrációs útvonalon. A férfiakkal érkezett nők, gyermekek, betegek Lampedusán maradtak, de a közlés szerint családtagokat nem választottak el egymástól. No, ebből mi lesz? Ezt befogadja-e a tekintetes európai elit? Így megfelele ez a újonnan hozott migránspaktumnak szerintetek? Hát ez megint a hipokrácia diszkrét bája. Ha mi kerítést építünk, az rossz kerítés. Ha a bulgárok kerítést építenek, az jó kerítés. Megcsináltuk ugye annó a tranzitzónát. Én jártam ott személyesen, nagyszerű volt. Gyönyörű konténerlakások, tiszták, külön családoknak, klímával, kábeltévével, hűtőszekrényen felszerelve, óvoda, iskola a kicsiknek, játszótér, 7-24-ben orvosi szolgálat, halál élelmiszereket hoztak egy török kereskedőtől Szegedről. Tehát abszolút minden biztosítva volt. A vallásgyakorlástól kezdve a kicsiknek tényleg angol nyelvű bölcsi óvoda iskola, attól függ hány évesek. Ez nem volt jó az uniónak. Sokkal jobb, hogyha mondjuk az emberek kint elhagyatott tanyákon, vagy illegálisan elfoglalt épületekben tanyáznak valahol Szerbiába, tüzet raknak, lopnak, az sokkal jobb, vagy egymásra lövöldöznek éppen a szírek meg az afgánok. Teljesen jó ez demokratikus. De érdekes ugye, hogy Meloni miután, hát finoman fogalmazva behódolt Brüsszelnek, ugye a migrációs politikával, létre tudta hozni Albániába, tehát az Európai Unión kívül ezt a migránstábort, ami nem láttam még róla felvételeket, kíváncsi leszek, biztos majd tesznek fel azért, amikor megérkeznek most az első migránsok, fölkerül, ha más nem a Rai Unóba, vagy valahol erről egy felvétel, hogy az milyen minőségű. És hát az olaszoknak akkor most miért jó ez a döntése, és hogy egy Európai Unión kívüli országba, Albániába ugye helyezik el a migránsokat, ahol majd ott lesznek egy ilyen zárt rendszerű létesítménybe, ott héderelnek majd nem tudom hónapokig vagy évekig, amíg eldöntik, ugye, mert azért tudjuk, hogy minimum másfél év egy elbírálás, tehát ez nem megy olyan gyorsan, míg minden szempontot figyelembe vesznek. De hát ezt úgy látszik, hogy Brüsszel támogatja, ezt elfogadja, fogadjuk, hogy még pénzeket is fognak kapni azért az olaszok. Nálunk pedig felszámolták ugye a szép kultúrát rendezett tranzitzónát. Közben Szijjártó Péter bejelentette, hogy Albániával is megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Én valamiféle összefüggést azért vélek fölfedezni. Hát nem akarok ilyen összeesküvés elméletekbe belemenni, mert én alapvetően minden ilyen látszat megoldással kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Tehát szerintem itt egyetlen egy megoldás van, ami hosszú távon működhet, és mondom, annak is idő kell, az pedig az, hogyha egyenesen európai szinten megüzenik, és persze párhuzamosan, ahogy egyébként azt Magyarország teszi évek óta, csak ugye erről a mainstream baloldali sajtó keveset számol be, segítenek azoknak a régióknak, illetve azokban a régiókban, ahonnan egyébként ezek az emberek jönnek, hogy az éppen békefenntartó segítség, tehát hogy ne legyen háborús konfliktus, vagy az éppen iskolaépítés, vagy játszótér, vagy bármi. Tehát egyik pont ez, hogy fejleszteni minden szempontból azokat a régiókat, a másik pedig az, hogy világosan megüzenni, hogy gazdasági bevándorlókat Európa nem képes fogadni. Nem csak, hogy nem képes fogadni, hanem egyszerűen nincs is rá szüksége Európának, mert azért szerintem van Európában elég olyan munkaerő forrás, elég életerős európai ember, aki egyébként dolgozna, tehát nincs is szüksége erre egyébként Európának. Ráadásul vannak családok, akik szerintem Európában szívesen vállalnának gyermekeket, és bővítenék a családot, csak ugye Magyarországon kívül megint csak ott tartunk, hogy nem nagyon találni európai országot, ahol támogatnák azt, hogy az európai családok bővüljenek, csak mi vagyunk ezek. Tehát én azért vagyok ezzel kapcsolatban szkeptikus, mert hogyha itt kimegy, akkor ott marad egy űr, ahova meg majd még inkább lehet tolni az ilyen sorosféle NGO-knak a migránsokat, tehát annyi lesz, hogy most már kettővel több hajó tud majd partra szállni, mert hamarabb elmegy az, amelyik eddig jött, és ez szerintem hosszú távon nem hogy csökkenteni fogja, hanem csak növelni fogja a beáramló illegális migránsoknak a mennyiségét. Bank. Szerintem ez fontos
tisztába tenni, hogy ez nem az a migráns elosztás, amiről az Európai Unió beszél. Ez egy attól teljesen független történet. Mert helyenként már úgy interpretálják a sajtóban, hogy na elindult a migránsoknak a szétosztása. Georg mondta, hogy, és ez a kulcskérdés, hogy ez most az Európai Unión kívülre telepítették az Olaszországba beérkező migránsok egy részét, és Albánia, egy nem EU-s tagállam, pedig vállalta, ezt hírekből én nem bogoztam ki, hogy lefolytatja a menekültügyi eljárást. De Magyarország is ezt képviseli valójában. Mondjuk Európán kívül, de attól mondjuk egy nem EU-s tagállam esetében gyakorlatilag létrehoztak egy hotspotot, kétoldalú megállapodás, olasz-albán. Igen. Annak van egy történelme, de ezt nem tudtuk ki. És fontos, hogy kétoldalú, a németekkel már nem akarnak közösködni. Igen, megállapodás alapján, tehát létrejött Albániában egy, az első hotspot az EU területén kívül, ahol beadhatják egyébként, biztos nem erről szól a történet, de elméletben ez lehetne a modell, beadhatják az unió irányába a menekültügyi kérdőket, aztán majd elbírálják. Az is benne volt a hírben, ez is egyébként beszédes, hogy Egyipt főként, vagy pedig kizárólag Egyiptomból és Bangladesből származó férfiakat vittek Albániába. Ugye két biztonságos országról beszélünk, ahol nincsen polgárháború, ahol indokolatlan az, hogy elmeneküljenek pláne Európába vagy Olaszországba. Tehát szerintem érdemes közelről figyelni ezt a modellt, hogy aztán az albán hatóságok milyen döntést hoznak ezeket az egyéneket illetően, mert igen, ahogy Otto mondta, Németország már szeretne hasonló megállapodást kötni Albániával, Albánia azt mondta, hogy azt keressenek hozzá mást, de hogy elindult valami, tehát ez, ebben én látok lehetőséget, akár ebben is lehetne gondolkodni, bízunk benne, hogy a kettő között, ahogy mondtad, nincs összefüggés. Az, hogy elindulnak a csatlakozási tárgyalások Albániával és a között, hogy egy EU-s tagállamból pattintottak át, nem tudom mennyi menekült kérőt Albániába. De hogy miért is kell tartanunk az Európába érkező migráns áradattól, azt egyébként mi sem bizonyítja jobban, hogy például vasárnap Hamburgban már a sáriát követelték több ezren, és emlékszünk arra, hogy volt olyan is, amikor pedig kalifátusért ordítoztak ott Allahu Akbart, akik ott tüntettek. Lássuk. Iszlamisták ezrei gyűltek össze vasárnap este Hamburgban, hogy követeljék a sária bevezetését Németországban. A gyűlésről készült felvételeken hallható volt, hogy a tömeg többek között Allahu Akbart skandál. A Muszlim Interaktív azt állította, hogy a tüntetésen mintegy 5000 ember vett részt. A megmozdulást a Muszlim Interaktív nevű csoport szervezte, amely már több gyűlést vezényelt le, főleg Izrael-Hamász elleni háborúja ellen tiltakozva. A szövetségi igazságügyi miniszter szerint a csoport kalifátusra való felhívása politikailag abszurd, de nem büntethető. Ugye, az integráció legnagyobb gyönyörűségére. Ez az integráció és az asszimiláció csúcspontja, legalábbis akkor lesz az, hogyha majd mi németek asszimilálódunk és konvertálunk az iszlámra. Mondjuk négy feleség, oké, vannak biztos, akik férfitársaim átgondolják, de most viccet félre, itt van az az egy Németország. Ha mellé állítjuk, ott van Irak, Szíria, Jordánia, Libanon, nem tudom, észak-afrikai országok, Tunéziától kezdve Algériáig, tehát rengeteg iszlám ország van. Mi az ördögért vannak akkor ezek a fickók itt, hogyha ők annyira szeretik a sáriát, amikor mondjuk lopásért levágják valakinek a kezét, ugye az iszlám állam bemutatta, hogyha loptál valamit, akkor búcsúztál valamelyik végtagottól, vagy én magam láttam például Szudánban, Khartoumban egy nyilvános, tehát utcán tartották egy ilyen sária bíróságot, egy fickó ellopott négy darab autógumit, kiderült, hogy visszaeső volt, tehát mondta akkor a bíró, hogy a jobb kezét és a bal lábát amputálják, vitték is rögtön a kórházba. Tehát hogyha ezt szeretnék, vannak ilyen országok, ott van például ahol ugye az afgán emírség, oda is el lehet menni, vagy Pakisztán, vagy valami, tehát vannak országok, ahol ez működik, Irán például, kitűnő sária bíróságok vannak, néhány óra alatt halálra ítélnek bárkit. Nagyszerű dolog. Mit keresnek Németországban? Miért jönnek akkor ide, hogyha ez a rendszer, a demokrácia, ahogy mi szeretjük, a mi kulturális és vallási közegünk, nekik ennyire ellenséges? Tehát ez a kérdés.
Hogy, és ez ugyanaz a csapat, ez a Muszlim Interaktív, akik ugye a kalifátust követelték. Hát van egy-két kalifátus a világon, hát akkor... Azt hiszem volt is olyan német politikus, aki annó azt mondta, hogy aki kalifátust akar, az azonnal távozzon. Bocsánat, én nem akarok most az ördög ügyvédje lenni, de az a helyzet, hogy egyrészt ugye őket hívták Németországba, nagy szeretettel várták őket. Másrészt ugye az a helyzet, hogy ha európai demokráciáról beszélünk, akkor a demokrácia az mégiscsak végső soron a többség akaratának az érvényesülése, és ezen a módon bármennyire is a megrázó belegondolni abba, hogy hogyan működik egy ország a sária törvényei szerint, csak azt tudom mondani, hogy ha Németországban ezek az emberek lesznek többségben, már pedig a statisztika azt mutatja, hogy ők lesznek a többségben, akkor minden joguk megvan a saját törvényeiket majd a törvényhozásban érvényesíteni. Hogy aztán az majd az Európai Uniós értékekkel mennyire megy szembe, az már ott egy másik kérdés lesz, hogy majd akkor esetleg Németországnak mennyi keresnivalója lesz Európában, hogyha levágják valakinek a kezét egy bolti lopásért, majd ezeket meg lehet tárgyalni az Európai Bizottságban, de attól függetlenül még jelenleg az történik Németországban, hogy kialakul szépen lassan egy kulturális vallási többség, aki ezt a többségét megpróbálja időről időre érvényesíteni, vagy legalábbis leteszteli, hogy mennyire többség. Hát, itt a német kettős mércét, meg az immunitást szeretném ide tenni az asztalra. Egyrészt az, hogy de minden demokráciában beleértve egyébként Magyarországot is, az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés, cselekvés, stb. Az üldözendő. Jogilag és karhatalmilag is. Pont abban a Németországban, ahol egy pártot próbálnak titkosszolgálat és egyéb eszközökkel betiltani, mondván, hogy ez veszélyes a demokráciára, ott engedik meg azt, hogy a demokráciából és az európai, és nem az európai, hanem a német alkotmányos renddel szemben követeljenek bármit is. Én értem ezt az érvelést, hogy majd a többségben lesznek, ez így is lesz egyébként, előbb bekerülnek pártól a parlamentbe, aztán majd többségük lesz, stb. De attól még vannak alkotmányos sarokkövek, amiket ha valaki megkérdőjelez, az megy börtönbe. Vagy pedig kiutasítják, menjél vissza onnan, ahol jöttél, majd követeld ott, hogyha szeretnéd. És ezt nem csinálják meg. Számomra ez a megdöbbentő, addig, amíg egy legitim létező pártot, még egyszer német pártot, viszont üldöznek. Ez úgy hogy van? 2015 óta mondjuk, hogy ez lesz, hülyének néztek bennünket, majd mikor az van, se csinálnak semmit. Érthetetlen. Ennyi fért a vezércikk első részébe, de rövid reklámszünet után várjuk vissza önöket, méghozzá a következő izgalmas témákkal. Propaganda. A közmédiától is áramlott pénz Magyar Márton zsebébe. Feljelentés. Saját emberei hallgatását fizethette ki Vénaszályi Márta. Propaganda. A közmédiától is áramlott pénz Magyar Márton zsebébe. Feljelentés. Saját emberei hallgatását fizethette ki Vénaszályi Márta. Jó estét kívánok! Folytatódik a vezércikk Fülöp Dáviddal, Georg Spötlével és Borosbánk Leventével, illetve Magyar Péter öccsével, Magyar Mártonnal, akiről most az derült ki, hogy nem is olyan régen a közmédia környékén is ügyködött. Na most nekem már régóta úgy vagyok vele, hogy nem is kéne beszélni erről a csávóról, vagy erről a klánról, vagy nem is tudom minek nevezzem, mert minden napra jut valami olyan, amitől az ember hátán a szőr feláll. És van kép, vagy hogy, bőr a képén, és ő hőbörög a közmédia ellen, miközben ömlik hozzá a lé. Ugyanezt csinálja a közlekedéssel, és még ki tudja hány dolog. Milliókat tettek zsebre attól a rendszertől, amit most telipofával szidnak úton, útfélen, külföldön idehaza. Ti hogy látjátok? Mi volt az előző ilyen külföldi próbálkozásnál? A Tiszták koalíciója, azt hiszem, akkor meg ezt mondták magukra. Olyan érdekes, nem, hogy mindig megvan magukra ez a kép, hogy ők szeretnék a soha be nem moskolhatót felfesteni, aztán közben meg nem kell sokat várni, pár hónap alatt körbeazódik, hogy konkrétan ezek is úgy működnek
kb. Mint egy ilyen mafiás. De én tovább megyek, én egészen azt merem állítani, hogy ha valamiért csak egy picit is van oka annak az Orbán-fóbiás tömegnek gyűlölni a Fidesz, az pont a Magyar Péter félék, meg az ő családja, meg az összes többi. Hát amúgy Magyar Péter igazából miből áll? Szikszalag és hazugságok. Tehát nálam már az veri ki a biztosítékot, ugyanabban a gymben jár, ahova én. Tehát oda jár edzeni, ami Mészáros Lőrinc tulajdona. Tehát annyira utálja tényleg a Fideszt, hogy Mészáros Lőrincnek azért több tízezer forintot mindig kicsenget ugye a havi bérletére. Nagyszerű dolog, legalább jó helyre megy a pénz, én örülök neki, tehát tök jó, de azért nem szeretem, amikor ott izzad mellettem. Na, akkor a következő tényleg, hogy minden nap kiderül valami a pártjából, ugye most már nem tudom, már csak tényleg egy szelfkereskedő hiányzik, vagy valami, hogy komplet legyen, cigicsempészet van mögöttem. Csoportosan elkövetett tolvaj már az közöttük. Tehát úgy ragyogó dolgok, és akkor tényleg kiderül, hogy itt a tesója, aki úgy látszik ugyanolyan focista feleség kategória, az meg szépen szintén sápolta, itt szedte ugye a lehetséges Fidesz közeli cégektől a pénzt, ami Magyar Péter asszisztált neki. Tehát nagyszerű. Tehát komolyan mondom, akik rászavaznak, hát azok a korrupcióra, a hazugságra, a hipokráciára, tehát erre rakják le a voksukat. Tehát nem tudom, azok a fanatikus szektamókusok, akik ott küldik a lájkokat, vagy azok a nők, akik, jaj, Péter, de jól nézel ki, és mekkora lehallgató készüléked van. Tehát, hogy azok nem gondolnak ebbe bele, vagy nem olvassák el, hogy mi van e mögött a párt mögött. Tehát azért ez döbbenet, tehát komolyan mondom, tehát ez ilyen zsebkamorra, ha már a zsebeknél meg a nagyméretű lehallgató eszközöknél tartunk. Tehát szánalom az egész, és nem tudom, remélem az emberek fel fognak ébredni, meg remélem van még egy pár csonti, ami majd kiesik ugye a szekrényből, és meglátják az emberek Magyar Péter igazi arcát, meg mindenkinek, akik hozzájuk csatlakoztak, vagy egy pártnak nevezik magukat. Meg? Hát ugye azért érdekes ez a Magyar Péter testvére történet, mert még amikor ez a diákhiteles szerződés volt, hogy egy olyan céggel szerződött a diákhitel, már is emlékszem, hogy pontosan mire, ahol már, vagy akkor vették fel, Magyar Péternek a testvére dolgozott. Igen, és akkor mondta, jó, csak 300 ezeret kapott a volt. Igen, ez volt itt a belépő. Aztán utána még azt is el lehet magyarázni, hogy akkor, amikor a Volán busznak az igazgató tanácsában, vagy felügyelőbizottságában ült Magyar Péter, akkor hogy nem a testvére pont a Volán busznál helyezkedett el. Ezeket még úgy, nem tudom, valahogy el lehet magyarázni. Valahogy. Tehát biztos el tudják magyarázni a Magyar Péter rajongóknak, hogy az más. Meg az így nem. Jó, ahogy van. De az, hogy a közmédiában dolgozik be, ugyan külső gyártásban az azt jelenti, hogy egy külső cég, az MTV-a alvállalkozója foglalkoztatta, és egy a közmédiában műsorszámot készítettek el. Ez már azért visszás, mert évekkel ezt megelőzően, hogyha jól értem a kronológiát, ez a bizonyos Magyar Péter testvér, ez meg tegnap előtti hír, vagy tegnapi hír, az Index, tehát az ellenzéki Index melletti tüntetést szervezte a Momentumosokkal az élen. A képekből, a videóból ez derült ki. Tehát még talán fogunk árulókról beszélni ebben a műsorban. De én ezt a részét nem értem, hogyha egyszer utálod a rendszert, különösen a közmédiát utálod, mert most tüntettek a közmédiánál. Akkor miért veszed fel azt a pénzt, amit ők kínálnak neked? Persze értem, már hallom azt az érvet, hogy hát, de hát nekik is járnak hasonló. Nem, hát akkor legyenek elveid. Persze. És akkor vagy ezzel, vagy azzal vagy. Olyan nincs, hogy mindenkivel. Egy kérdés, hogy tegyek fel csak miért, hogy nem lehet, hogy azért utálja az ilyen a rendszert, mondom, ez csak kérdés, mert egy Pityáner tolvaj, aki nem tudott kiteljesedni ebben a rendszerben. Mert hogy aki, tehát csak a körülményeket, ha nézzük, a cigicsempésztől, a másik a szervezetten rabol ki másokat, a harmadiknak. Piramis játék. Tehát ezeket, és akkor ott egy, aki meg sima megteszi azt, elvileg mondom,
hogy kiveszi valakinek a kezéből a telefonját, és bedobja a Dunába. Aztán majd a nyomozóhatóságok kiderítik, hogy ez mennyire igaz, de hogyha ezt így összerakjuk, ezeket nem lehet, hogy az ember azért akart onnan kitáncolni, mert nem hagyták ki teljesen. Nekem van egy ehhez nagyon hasonló teóriám, így akarták gyengíteni a rendszert. De akkor én megint csak visszatérek ahhoz az álláspontomhoz, hogy az ő távozása viszont a megtisztulás mi nálunk. Úgyhogy gratulálok neki. Na, de maradjunk még ennél a magyar családnál. Varga Mátyás Zsolt volt olyan elvetemült, hogy megnézze és a Mandineren véleményezze Gulyás Balázs, Stumpf Andrással, Tóta V. Árpáddal és Tompos Ádámmal közös beszélgető műsorát, a Szabad Sajtóklubot a Kontroll YouTube csatornán. Írásából következik most egy részlet. Nézem ezt a négy így-úgy kitüntetett újságírót Magyar Péter testvérének Net TV-jében, és nem tudok másra gondolni, mint hogy látványosan lesüllyednek párt propagandistává. Nem Magyar Péteri szókiforgatós értelemben, mint kedves kollégáim vagy épp Dezső András, hanem szó szerint. Na jó, Tóta V esetében ez nem süllyedés, nála ez inkább minőségi javulás. A többiek viszont sajnos szügyig süllyednek a legfrissebb pártmédium propaganda adásában, az értelmiséginek vélt kis új eltartott mocskolódásba, és látványosan kerülik a forrókását. Csak halkan jegyzem meg, hogy ezek propagandistáznak bennünket. Na, mi a véleményetek? Én mindig csínyen bánnék ezzel a propaganda szóval, mert nekem a propaganda az valahol az inkább, ami Németországban működik, ahol aztán tényleg ellenzéki hangnak nehéz megszólalnia a nyilvánosságban, az propaganda. A Magyarországon szerintem nem nagyon lehet propagandáról beszélni, mert az nekem nem propaganda, hogyha valakinek van egyébként amellett, hogy akár újságíró, akár bármilyen média munkás véleménye a világról, mert szerintem ez majd akkor lesz elkülönhető, hogyha ilyen programok fogják írni a cikkeket. Jó, Dávid, de hogyha kormánypártihoz hasonlít a véleményed, akkor propagandista hogy leszel az ő szemükben automatikusan. Igen, és de itt a problémám ezekkel a másik oldalon mindig az, hogy ők viszont megpróbálják eladni magukat, mint egy ilyen fedhetetlen, hanem semmilyen mértékben részrehajló, tökéletesen az igazságot közlő személyiségek lennének, holott ilyen nem létezhet emberként, mert könyörgöm, emberek vagyunk, mindig, minden körülmények között ott lesz valamilyen formában a véleményünk abban, amit közlünk, mert ettől ez tesz minket emberekké. És akkor látom ezeket a figurákat, most azt a Gulyás Balást, úgy mondják, igaz? Igen. Szóval aki már a kezdetektől ugye végig követi a Magyar Pétert, és tényleg mint egy frissen idomított kutya várja a jutalomfalatokat, hogy jön, és akkor ezek az emberek utána kiállnak, és azt mondják, hogy mi vagyunk a független, a szabad sajtó egy kontroll nevezetű médiumban. Tehát szögezzük le, hogy ez egy echte pártcsatorna, ugye? Nem lehet más. Magyar Péter testvére gründolásában. Igen, de ami engem mindig úgy elcsolálkoztat, hogy ugye mi vagyunk a propagandisták, nekünk vannak elveink, van egy világnézetünk. Van egy politikai hovatartozásunk, ami hála jó Istennek keresztény konzervatív. Nekik miük van? Mert úgy nagyon még nem hallottam tőlük egy ilyen hitvallást. Igazából azon kívül, hogy azt mondja, hogy majd lebontjuk a NERT, lebontjuk az Orbán rezsimet, itt mindenki propagand, mindenkit feljelentek, ez ilyen tipikus ilyen komcsi, ezek a öreg komcsi, majd én feljelentem magát, ugyanez Magyar Péter is. Ezen kívül van neki egy hitvallása? Van egy víziója, mert azért a választóknak szüksége van egy vízióra egy politikustól, meg egy politikai pártól. Hogy mocskos Fidesz és Orbán takarodik. De ez kevés, ez marhára kevés, tehát ez nem lehet mondjuk földgázt vásárolni, nem tudom, Kazaksztántól, ezzel nem lehet üzleteket kötni mondjuk a német autóiparral, tehát ez marhára kevés. Nincs víziójuk, nincsenek szakértői politikusaik, maximum egy-két ilyen soros szervezettől gyorsan átküldött, átvezényelt nyilvánvalóan ember, akik most ott ülnek Brüsszelbe. Meg ha megnézzük eleve a hatóságot, azt mondta, hogy ő nem fog pártot alapítani, alapított, nem fog Brüsszelbe menni, ott van, nem fogja fölvenni a milliós fizetést, fölveszi azt a havi 5 millió forintot. Tehát mi kell még? Hát azért az ég szerelmére, hogyha nem tudom, valaki ennyire hazudik a magánéletbe, akkor az mennyire fog hazudni a választóinak a politikájába. Tehát le lehet azt mérni, nincs víziójuk, tele van a csapat bűnözőkkel, hazudik. Tehát mi kell ennél több? Ja, még lop is, mert ott van a telefon dolog, de hát azt majd az ügyészségnek kell bizonyítania. Csodás a csapat. Bank. Az egyik kedvenc témám. Már nézem ezt a te is kaptál eleget postanság, úgyhogy állok elébe.
Szóval nézem ezt a képet, ezt a képernyő felvételt erről a műsorról, ami valóban ezt erősítsük meg, az előbb tárgyalt Magyar Péter testvér által gründolt párt televízió. És itt van az a Gulyás Balázs, aki már, mint a Brian életében követett már néhány messiást, mert mindig követte az aktuális messiást, ugye ez egy vonaárva. Tolták a Jobbik szekerét hosszan, aztán amikor ott, utána, még előtte van az a képe, vissza kell keresni, amikor így kigúvat szemekkel ordibál a Bede Zsolttal, hogy takarodj innen valami rendezvényen, aztán megsértődött, mert ő neki szabad mindenkit fikázni, de valaki visszaszólt neki, aztán megsértődött, hogy hát őt bántják. Hát, sajnos. Hát hogyha kiállsz a ringbe, verekedni, akkor lehet, hogy te is kapsz néhányan. De hogy ezek és ezeknek egy része, most nem tudom mindegyiknek az életútját, de ugye ezek árulók. A jobb oldalt elárulták, és kikötöttek a másik oldalon, és azért gyűlölnek ennyire minket, különösen pedig a kormányt, Orbán Viktort és a rendszert, mert magukat nem gyűlölhetik. Tehát ugye ezzel, ők felmentésből dolgoznak, mert reggel tükörbe kell nézni, és el kell magyarázni, hogyha áruló lettem, akkor miért is vagyok áruló, és a saját maga gyűlöletét az kivetíti egyébként ránk, és azt gondolja, vagy azt képviseli, hogy minden rossz, és ő valójában jó. De nettó árulók, tehát ez benne a probléma, és ez a Magyar Péter jelenség is. Hogy Magyar Péter valójában a saját tönkrement életéért akar másokon bosszút állni. Ahelyett, hogy tükörben nézne és levonna a tanulságokat, hogy ő miben hibázott. Tehát mi az, ami miatta ment félre az életében. Én tudnék tippeket adni neki, de ezt végezze elő, de ez ugyanúgy vonatkozik erre a négy emberre, akinek az ennél az asztalnál ül, mert még azokban a szerkesztőségekben, amik azután jöttek létre, hogy a ominózus gírapon és azt követően fogták magukat és árulóvá váltak. És most próbálnak ilyen kis ujjeltartós ellenzéket játszani, holdudvar vagy újságíróként. Remélem, hogy azért jól esett nekik, hogy ilyen reklámot csaptunk nekik, úgyhogy hajrá, előre virágozzék minden virág, éljen az új televízió vagy YouTube csatorna. Most pedig kapcsoljuk Bándi Pétert, a Demokrata vezető szerkesztőjét, aki a holnap megjelenő lapszámot ajánlja a figyelmükbe. Szervusztok! A család nemzeti kincsünk. A Demokrata szerdai számának címlap interjúja Kon Zsófia, családokért felelős államtitkárral készült, aki azt mondja, a kormány minden családnak, minden élethelyzetben szeretne segíteni. Írunk arról is, hogy újra erősödik a déli határon a migrációs nyomás. Lapunk a leginkább érintett térségben, a Homokátságon tájékozódott a jelenlegi helyzetről, tapasztalatainkról helyszíni riportot olvashatnak. Köszönjük szépen! Mi pedig folytassuk azzal, hogy bár a bukott budavári polgármester Vénaszáj Márta azt mondja, hogy távozása előtt nem osztottak jutalmakat az első kerületi önkormányzatban, Böröcz László, jelenlegi polgármester, olyan dokumentumokkal állt elő, amelyek ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Az első kerületi fideszes polgármester dokumentumokat is bemutatott, amelyek a volt polgármester állításának az ellenkezőjét igazolják. Vénaszáji Márta 16 millió forint jutalomban részesítette 2024. szeptember 18-ai dátummal a távozó Cukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyzőt, kimagasló teljesítményét értékelve ezzel. A volt jegyző aláírásával pedig egyéb juttatásokra 71 millió forint átcsoportosítása történt meg 2024. szeptember 25-én, állapította meg Böröcz László. A polgármester jelezte, hogy a súlyos visszásságok kivizsgálása kapcsán feljelentést is tesznek. Ezt hívják hallgatási pénznek, nem? Az omerta ára. Milyen pénzek vannak ott? Én tudom, hogy amikor így évvégén kap az ember egy ilyen 20 000 forintos vásárlási utalványt, mennyire tudok örülni, és akkor itt még ilyen milliók röpködnek. Azért úgy, azért nagyon durva, de hát figyelj, most mit várunk tőlük, mit várunk a baloldal, mindig ezt csinálták. Tehát nagyon ciki, hogy mint hogyha direkt szándékosan kifizető helyekké változtatták volna azokat a önkormányzatokat, ahol oda kerültek az élre.
annyi maffia történetet elemzünk ebben a műsorban, hogy lassan egy ilyen bűnügyi dokumentumfilmnek el lehet szerintem majd adni, mert tényleg végigmegy az ember így a bal oldalon, hogy mik történik, és tényleg nem azért, már nem is a módszerek miatt, mert azt már átvettük a Magyar Péternél, kiskáláztuk tényleg szerintem azt, amit a Camorra vagy a Cosa Nostra annak idején így megélhetési birodalomépítésben felvázol, de hogy az összegek, ahogy mondod, hogy úgy röpködtek a milliók, és közben meg én nem tudom, hogy mire? Tehát csak arra, hogy nem látom azokat az óriási cselekményeket, mert hogy olimpikon kap valamit, akkor ott azért deal, hogy mi a szituáció, látja az ember, hogy mire, de hogy itt Budapesten a baloldalnak a városvezetéséből sehol nem látom azt, hogy mi az, amire milliókat lehetne valakinek adni. Megköszönte Vénosztályi Márta a jegyzőnek, hogy segítette azt a politikát, amely végül is a bukásához vezetett el. Igen, azért tegyük hozzá, hogy Vénosztályi Mártának túl sok támogatója nem volt, hogyha visszaemlékszünk ott a várban, ott voltak belső feszültségek, sok minden, és hát a jegyzőre támaszkodott, ugye, akik nincsenek annyira otthon az önkormányzatiságban, vagy közigazgatásban, vannak érdemes elmondani, hogy azért a jegyző az gyakorlatilag a jogszabály szerinti, pontosan a jogszabályok szerinti elintéző ember. Tehát gyakorlatilag a polgármesternek a jobb keze, mert ő részben a törvényességért is felel. Baloldalon konszilié. Ugye itt, igen, nagyon jó, hogy nem tudsz lejönni erről a maffia sztoriról, de igazad van. De mindenki. Igen, teljesen igazad van. És most az történt, hogy még kisöpörték a padlást az utánuk következő polgármesternek a bőröszlaszégéknál. Ugye átcsoportosítottak 71 millió forintot, és cserébe kapott 16 millió forintot a jegyző. És valószínűleg a jegyző volt az, aki ugye nem valószínű, ő írta alá ezt a 71 millió forintot, tehát köszönjük szépen, itt árértékarányban biztosan rendben vagyunk. Csak ugye az a tényleg álságos ebben a történetben, hogy ilyenkor meg kell köszönnie persze minden kollégának a munkát, és aztán elegánsan távozni, nem kisöpörni a kasszát. Ennyi fért a Vezércikk mai adásába. Köszönöm vendégeinknek, hogy elmondták a véleményüket, nézőinknek pedig, hogy velünk tartottak. Ha visszanéznék adásunkat, megtehetik ezt a hirtv.hu per műsorok oldalon. Következő adásunkat pedig holnap este láthatják ugyanebben az időpontban, amikor is Kacsó Dániellel, Elsimon Lászlóval és Deák Dániellel várom önöket. Nézzék továbbra is a hírtévét. Jó estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra. We'll be right back.